Menedéket keresve riadtan repkedtek a bajba jutott fecskék. A mögöttünk álló esős napokon országszerte lehetett látni ezt a jelenséget, hiszen ez a madárfaj különösen érzékeny a több napig tartó hideg, csapadékos időjárásra. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint azonban ez nem volt egy rendkívüli helyzet. Ez a helyzet a fecskék életében mindennapos. Mondjuk az emberek, hogy ezért is fogy az állományuk, mert az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak, és amikor ezek a fecskék innen elmennek, a Közép- és Dél-Afrikáig tartó útjuk, mind oda való útjuk, az ott való telelésük és a visszaútjuk során minden négyzetkilométeren ilyen és hasonló negatív civilizációs hátterű hatások érik őket. A szakember szerint a rutintalan madarak rossz döntést hoztak és nem repültek el. Péntek reggel, amikor elkezdhettek volna vadászni, megérkezett a hűvös, esős idő. Ekkor még lehetett például úgy segíteni rajta, hogy kinyitni ajtókat, ablakokat, melléképület, garázs, ilyesmi, és akkor oda be tudtak menni. Ugye ki lehet elvileg tenni melléjük liszkugacot tálkába, de a fecskék repülőrovarra vadásznak, automatikusan egyből nem értik a szituációt, hogy mit kéne neki azzal ott kezdeni, meg nem lehet fölrakni 30 méter magas párkányzatra. Ez ment még szombat napközben is, de vasárnap reggelre, aztán különösen vasárnap délre és a délutáni órákra az így bajba került madarak túlnyomó többsége az utolsó előtti állapotba került, azt mondta, hogy mindenképpen repülnöm kell, vagy itt fogok ültömben téhen pusztulni. Ezek a madarak kezdtek el repülni, keresték fel az utakat, az aszfalt egy kicsit melegebb, fölötte talán több a rovar, elütött rovarokat össze tudják szedni a rutinosabb fecskék a talajról, és utána, amikor itt megpróbáltak utolsó erejükkel vadászni, nemhogy a zsírtartalék fogyott el a szervezetükből, hanem a hatalmas mellizom, aminek ilyennek kell lenni, hogy tudjon repülni, az ilyen lett. Ez az éhenhalás szintje. Mivel itt sok tízezer madárról volt szó, a madármentő állomásokon nem tudtak segíteni. A jövőre nézve pedig érdemes felkészülni. Ilyen helyzetek sajnos egyre gyakrabban várhatóak a klímaváltozás miatt. Fecskekrízis esetén az a legjobb, hogyha egy-egy madárbarát, közössége, klubok befogadnak 5-10 madarat, mert az kezelhető. Ha több száz ember vízbe 2 óra alatt, 3 óra alatt a madármentő állomásokra összességében több száz, több ezer fecskét, akkor nem lehet velük mit csinálni. A szakember elmondta, jelenleg rengeteg fecske repked és vadászik, mintha mi sem történt volna.